Elvileg most már másnak kell lenni a helyzetnek, hogy esetleg továbbra se lenne hang, akkor jelezzetek nekem, kérlek, vagy Laci jelez nekem, mert elvileg most már kell lennie hangnak. Elvileg van hülye Windows frissítés, már más programban is elcseszte a hangbeállításaimat. Csak pont erre nem gondoltam most, hogy az OBS-ben is ugyanezt megcsinálja. Egyszerűen hihetetlen, hogy így kell baszakodniuk. Már elnézést. Most van már hang. Hallgatok én is. Jó, elvileg van hang. Hát köszönjük szépen, Microsoft. Szia Lőrinc László, köszönöm szépen a visszajelzésedet. Közben már én is teszteltem. És üdvözöllek természetesen. Na már mindjárt 4 óra van. És el kéne dönteni, hogy mit kéne a mai napra összehozni. Nem mondom vagyok, hogy el kéne menni igazából ebbe a városkába. Úgyhogy visszak magammal vizet. És szerintem a ruhámat azt meg le fogom pakolni. Mert az a sivatagos részen tuti, hogy meleg lesz a karakternek, úgyhogy felesleges igazából vinni. Ezt se akarom vinni. Ásó nem fog kelleni. Ez se fog kelleni. Csákány az még jól jöhet, viszont ezt javítani kéne. Igazából. Valami hordozható kaja kéne. Na végül is azt hiszem már ez se. Ettől se leszünk már szagosak elvileg. Na jó, mindjárt 4 óra.
Úgyhogy nyugodtan szerintem most már kijöhetünk innen. Amúgy se látok egy zombit se. Itt van a frankok hordavárunk, amiben túléltük múltkor az első hordánkat. Na és már is itt van a reggel, úgyhogy most már tényleg nyugodtan szaladgálhatunk, nem fognak a zombik minket ledarálni. Ezt még egy kicsit átrendezzük. Nem is inkább így. És akkor itt van egy ilyen kis város, ezt megnézzük. Jó lenne ezt azt lootolgatni. Kaktusz, majdnem belerohantunk. Ez elég nagy városnak tűnik, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk itt találni. Mármint a zombikon kívül. Az a most pont nincsen kedvem megkart megküzdeni. Ja, tényleg meg még azért elhozhattam volna a francia kulcsot. Az igen. Honnan a fenéből jön ez a hang? Ja, az lesz ott mi. Na jó, hát egy fen akkor. Leszedjük ezt a csúnya motorost. Ó, bakker! Hát te meg pont a fenéből jöttél. Hát itt se volt a környékemen. Úgy utálom ezt a izét. Ezt a fajta zombit. Semmiből ide tudsz spannolni az emberre. Aha, az pont egy fejes volt. És most meglövöm, most nem jön rám. Tehát ez most mi? Ez egy viccnek is rossz.
Ezt is fejbe lőttem már nem tudom mennyiszer, aztán csak úgy elfeledkezett rólunk. Érdekes. Érdekes, érdekes. Mint produkál ez a játék. Az is átrepült a fején. Ez már nem foglalkozik velünk. Mi van ezzel a játékkal? Szuper. Az is átment a fején. Hát, ez nem túl nagy loot. Szóval nem nyugodtam meg, hogy eltűnt innen az a pompollány. Meg egyet felhasználunk. Nehogy meglepjen valaki minket. Azok nem érdekelnek. Ez se érdekel. Hú de tudtam, hogy ott van. Ez mondjuk most nem kell. Na. Ez mi? Na hova célozok ma, hogy fejbe találd? Na jó, kiszabadítjuk ezt innen. Na gyere. Hoppá. Az nem volt rossz loot. Na, WC-be egy pisztoly. Na, csak kaki van benne. Ja, azt azért hozzuk. Onnan eltűnt a zombi. Átjött ide. Na. Mi van veled? De jó, bebuggolta az a fegyverválasztó.
Hát ezek most kösz szépen, de pont nem kellenek. Ez jöhet. Öt darab fa a konyhaszekrényben. Érzitek? Elvég onnan föl lehet majd menni. Az igen, felébredt a nagyi. Gyorsan csináljunk még. Mi? Nem tudok többet. És erre kimegy. Furán viselkednek ezek a zombik. Ups. Elhagyta a fejét. Hát ezek se érdekelnek most annyira. Valahogy. Viszont kedves volt ez a nagyi, mert beengedett ide minket. Persze kérdés, hogy van-e itt egyáltalán valami. Nagy könyves polcot lehet, hogy van valamilyen jó cuccos. Hol van még egy? Ez meghalt? Meg. Azt megűsök le, hogy se foglalkozik velünk. Nem tudom, mi ez az új módi. Nem foglalkoznak a zombik az emberrel. Na nézzük, ez üres. Fúha. Nagyon komoly loot. Magok. Jó, hát akkor az első ház kipucolva, mert hogy itt ennyi volt igazából. Ez pedig elvileg talált. Ennyire ne lőjek már félre. Csak ennek a hülyének imbolyog a feje. Na, nem kell ez nekünk. Papír az jöhet ma, az majd a töltényhez kell, hogyha jól tudom.
hát de utálom ezeket, egyfolytában imbolyog a feje, és rendszeresen mellé megy. És se volt semmi se. Kell egy kis kő. Ja, az jöhet. Azt megtanuljuk. Ne foglalja a helyet. Persze, és pont abban a pillanatban mozdul meg. Hogy ne. Ha, mi lenne egy strippernél? 10 dolcsi. Ezt a zombit szeretem. Ezt könnyű kinyírni. Ez azért még nem volt túl jól út. Ez hol a fenébe van? Ojoj. Ha. Majdnem elkapott minket a nagyi. Ó, persze. Sörözgetünk, sörözgetünk.
ez honnan jött elő vajon? Nem is látok másik helységet. És ez meg hogy került ide? Ez itt se volt az előbb. Az kizárt, hogy ez itt lett volna az előbb. Tehát így a randoms beszpanolnak ide az ég zombik. Mi az, ami nem kell? Ez biztos, hogy az ólom. Ez nem kell. Ilyet bármikor tudok csinálni. No, az igen, rendesen megszomjazott a karakterünk. Szia, Vikóca! Na, így jó leszünk most egy kis időre. Viszont van egy olyan érzésem, hogy ebben a házban már itt nem lesz semmi sem. Még a kert van hátul. Kicsit föl kéne pörgetni ezt a lootolgatást. Eddig nem sok értelmes dolgot találtam. Arra az valószínűleg inkább ilyen boltokat kéne találnom. És akkor ott lenne normális loot. Hát ezeket beszkreppelem. Az jöhet. Meg akkor ezt is szkreppelem. De az igen, milyen hangok vannak itt. Ajjaj, már megint ott a nagy. Nagyon mérges ránk. Ups. Azt hiszem itt sem nyírtam még ki egyetlen egy ilyen nagy itt se. Az igen, fejlővés után még így pördül egyet és föláll. Azt elmegy. Mi van? Tud ez a játék mostában érdekes dolgokat kreálni. Jössz végre.
ott is van egy. Koszos víz, hát ez most nem érdekel minket annyira. Ó, már megint itt egy vándorhorda. Ez is túléli a fejlődést. Hop, hop, hop. Szeretem, hogy olyan hangok vannak, mint hogyha itt lenne mellettünk, és közben meg lehet, hogy egy emelettel följebb van. De ez felesleges kijutnom, jó. Nincs ott semmi. Ó, na ez már mindjárt más. Na jó, megesszük a blueberry-ket. És akkor itt egy hunting rifle stock. Jó, ennyi tól nem kell. És akkor van egy olyan sejtésem, hogy itt fönt van egy. Te meg honnan jöttél, hallod-e? Ó, hogy passza meg. Hát mi van veled? Kicsit elővigyázatos vagyok. Shotgun sematik. Az már megvan. Bakker ütik ki azért falat. És meg így is fel tudod ugrani. Ajaj. Hát ez érdekes volt. Ezek honnan a fenéből találtak ide? Ezek szerint akkor a shotgun sematikot már megtanultam egyszer. Persze. Jó, ezt most tényleg már lelőttem.
persze. De honnan jött ez a sok zombi már megint? Szétverik az egész házat. Állandóan vagy farmer, vagy kapucnis pulcsi van ennél a zombinál. Mindjárt kell egy új íjat is készítenem. Nyos szinten vagyok, 17-es szint. Elvileg 3-as a weaponsmith-em, akkor nem tudom, hogy miért. Miért egy 100-as íjjal próbálkozok itt. Scrappelem. Azt mondja, készünk egy normális íjat már. Amit kéne kidobni már megint. Azt megesszük. És hol lett a konzerves doboz? Akkor itt kéne lenni a földön. Na mindegy. Honnan kéne követ szereznem. Mert nem tudok nyilakat készíteni magamnak is. Mindjárt kifogyok a nyilakból. Szavasz. Ez szépen átment a fején.
mostanában már nem dobja ki a földre azt, amit nem tudok fölszedni. Érdekes, ez nem így volt eddig. Visszatesszük ide a fejszénket. Aztán folytatni kellene itt a dolgokat. Ebből pont nem tudok felszedni semmit sem. Valahol le kéne tennem egy ládát. Ja, most nézem, hogy felszedtem azt is, jó? Azt hittem, hogy nem szedtem fel ezeket. Jó, készítünk ide egy ládikót, és föltesszük erre, mennek. Biztos, hogy erős a kémény. Nagy HP-ja van. Úgy jó lesz. És akkor olyan dolgot, ami úgy kifejezetten nem kell most. Se kell feltétlenül. Az még kelleni fog. Mi ez a rendetlenség itt? Ó, töltény, na az bármikor jöhet. Az nem érdekel minket. Kávé, az se érdekel. Nem tudom, mi ez az akadás néha. Már megint. Jöhet. Azok is jöhetnek. Várjál. Itt még van valami. Semmi nincsen, gondolom akkor itt fönt lesz valaki.
Jó, más nincsen itt. Töltény jöhet. Sematik is jöhet. Scrapbus sematik. Ezzel a verencsel pedig elkezdhetek majd szépen szétszedni dolgokat, bár jobb lenne egy magasabb szintű. Körbenézek itt, nehogy beszorítson valamelyik. Sőt, igazából körbe kéne mennem. Hát sok minden eddig nem volt itt. Ebből benyomhatnánk egyet. Vagy akár mindkettőt. Nem kell. A scrap. Valami kocsit akarok szétszedni, hogy hát ha ad belőle olyan alkatrészt, ami jó lesz majd a minibike-unkhoz. Szia Szűz Zsolt, üdvözöllek. Mindenesetre a benzin az biztos, hogy jó lesz majd belőle. Meg az olaj. Electrical part. Rugó. Akár egy motor kéne igazából. Ez meg már csak fémet fog adni, meg benzint. Ja, meg csövet adott még. Mechanical partot. Hát lehet, hogy magasabb szintű ilyen wrench kell hozzá. Szia, Kivi! Srácok, hogyha tetszik a stream, akkor nyugodtan nyomjatok rá egy lájkot. Sokat segítetek nekem vele. Na mit? 6 mechanikál, 1 elektrikál. Na, van viszont egy headlight, az jó. Persze, hogy kispotolsz magadnak, hát hogy ne. És persze, hogy átbugol a fejeden. Kétszer is.
ami volt nálad. Lassan meg el kell kezdem visszaindulni is. Vagy megpróbálok itt éjszakázni. Mármint mi halk a játék, vagy én vagyok halk. Vagy csak szivatni próbálsz. Visszamegyünk a cucchoz. Ó, és adott egy motort. Small engine. Nagyon jó. Na, bizonyos dolgokat, amik most nem kellenek. Vigyünk még magunkkal. Hát mindegy, egyelőre ennyi elég. Ezzel megpróbálunk visszamenni. De a játék halk, vagy én vagyok halk? Mert lehet, hogy valamit már megint elcseszett nekem a Windows. Sőt, hát biztos, hogy elcseszett valamit, csak reméltem, hogy ez sikerült rendesen beállítanom. Mindkettő. Szuper. Jó, hát majd megpróbálom itt mindjárt. Úgyis éjszaka lesz, és megpróbálok valamit állítani. De kicsit már kezdőlegem lenni ebből, hogy a Windows kiad egy frissítést, és utána gyakorlatilag mindent állíthatok be. Mindent szétcsesz. Eddig jó volt a beállítás, nem volt se a játék, se a stream park. Na, mindjárt megnézem. Hát rendben, csak hangforrásnál maximum van ki igazából OBS-ben. Azért én nem állítottam semmit sem.
Ja, hogy OBS-ből még eltűnt a szűröm is, ami a mikrofonon volt. Ez azért úgy kedves. Na most például erősítettem valamit a mikrofonon, nem tudom, hogy most hallatszik-e már, de elvileg húztam föl rajta. Meg a játékon is húztam valamennyit. Ha most meg túl hangos lennék, akkor mondjátok azt, hogy túl hangos vagyok. De szerintem nem. Annyit nem erősítettem rajta. Vagy a Windowsban módosítottak valamit úgy, hogy van itt egy 161-es ráncsem is igazából. Inkább azt kéne használni. Hát reméltem is, hogy megtalálod ezt a gombot, Kivi. Egy 59-es French is. Hát, köszi szépen a segítséget. Kösz, hogy jeleztétek, hogy halk. Ebből esetleg egyet megtartok még. Ezt többit meg beszkreppelem, nem kell annyi grillrács. Hát, amíg nem tilt ki a Nightbot, addig nem probléma. Addig nyugodtan szemelheted a csetet. Amíg nem tilt ki. Na nézzük, hogy áll a karakter. Kaja az rendben van.
Na, ne sérdegesd a nagy botomat, mert aztán mindjárt... Mindjárt jön a Bonhammer. Na, kéne fát vágni majd. Két hónapja? Azért az nem egész két hónap még, Zsolt. Két hónapja még nem streamelek folyamatosan. Maximum második hónapja. Ezen jól néz ki, hogy ez a fákja itt a levegőben van. Van nálam ez a bigyula, arra sincsen szükség. Na, azt kéne megnézni, hogy mit tudunk készíteni. Például betonkeverőhöz mi a fene kell. Meg hogy egyáltalán az hol van. Gondolom itt valahol. Valamelyiknél. Workbench-et azt tanulni kell. Na, hát akkor azt meg is tanultuk. Ehhez mi kell még? Mining tools 20. Hát arra egyet fene ráteszem azt az egyet. Science 3. Na, kell 20 mechanical parts. Szerintem azt el tudjuk készíteni. Aha, van 20 mechanical partsunk. Úgyhogy ez már nem gond. Forged iron tudunk készíteni, ennyit fát azt majd vágni kell. Na, de hol van az a hülye betonkeverő?
Cement mixer. Csak az kell majd workbench. 4 darab spring, 10 mechanical parts. Hát akkor még néhány kocsit szét kell szedni. Igen, rémlik egyébként Zsolt, igen, hogy Battlefield live volt akkor. Ez meg a mining helmet, ilyet is kéne készítenünk. Na, mindjárt megnézzük, ez vannak egy cuccaink. Van műanyag. Ja, nincs annyi elektrikál. Akkor mindegy. Nem tudjuk ezt elkészíteni, mert nincsen 8 darab elektrikál part. Úgyhogy vissza kell menni. Viszont ezt kéne készítenem, Anvilt, hogyha jól értettem. Nem tudok ilyet készíteni. Ugye ezt be kell gyújtanom. Jaj, nem kéne leesni. Ha, ez most itt tök jó egyébként. Pont fejbe tudtam volna lőni, erre fordult egyet a földön. Akkor ki volt ütve. Hát ezeket én is szeretném. Jól jönne ilyesmi. Na. Na most akkor ezt tanulnom kell, vagy nem kell tanulnom? És döntse már el. Amikor így nézem, akkor nem írja, hogy
hogy tanulnom kell. Na akkor ezek szerint tanulnom kell a minibike használt. Hát nekem ez a sniperem valami itt ebben a ládában van egy ilyen 67-es. Hát ez még nagyon messze onnan a lilától. Na, most meg azt írja, hogy kraftolható 1.34. Jó. Akkor teszünk bele annyit. Elkezdünk gyúrni a minibike-ra, mert jó lenne, hogyha nem lennénk ennyire helyhez kötöttek. Van egy motorunk is, majd szétszedünk még néhány kocsit, akkor szerzünk majd még motort. Meg remélhetőleg akkumulátort is. Ezeket el tudom még készíteni, de akkumulátort az valahol kéne találni majd. Ez mindjárt készen van. Zsír. Itt nem tudom letenni. Na jó, intézzük először ezt a behatolót. Rég meg kellett volna halni ennek a zombinak, aztán közben itt ugrabugrál még. Ennyit hoztál? Hú, tényleg ezért nem tudom már megtanulni végre. Az itt van. Nem, mert 20 a scavenging kell, és még csak 14-es. Úgyhogy tovább kell lootolgatnom, még nem tudjuk megtanulni a quality jewelt. Jó, gyorsan kipakolunk. Amit nem akarok magammal vinni. Tesszük egyelőre a minibike használt. Hát betesszük ezt is ide. Ennek a felét elvisszük.
betolunk ebből. Vagy lehet inkább kettőt. Jó. Teli vagyunk. Na visszamegyünk, megnézzük még mi leledzik még ott. Remélhetőleg még sok-sok hasznos cucc van még. Ja, tudom, hogy ott van az a quest már. Egyszer félig meddig megcsináltam, csak ahelyett, hogy fölvettem volna, beszkrappeltem. Nincs egy használható kocsi. Mármint, hogy... Nem úgy értem, hogy járóképes, hanem hogy... Amelyiknek nem csak így a váza van. Ez valószínűleg nem ad olyan cuccot, mint ami nekünk kell. Na nézzük ezt a házat. Hát ebben nincs sok minden. Azt kösz nem kell. Az mind. Nem semmi loot. Na, pisztoly a WC-ben. Ezúttal nincsen. Ó, hogy mi van ott? Hát igen, véd, csak az a baj, hogy ez sivatagos rész, Zsolt, és itt igazából úgy, hogy nincsen rajtam ruha, még úgy is melege van a karakternek, folyamatosan nyüglődik itt. Úgyhogy csak azért nincsen igazából rajtam. Ajaj. Betámadott a kis szuka. Az jöhet.
El kéne menni abba a távolban lévő városba is. Igazából az alszeg sokkal jobb ennél. Mert itt gyakorlatilag semmi nincsen. Ez nulla lesz, nulla ez a loot. Na, megjött táncos Johnny. Hova forgulódsz már te? Legalább ezen lehetett volna valami hasznosabb loot. Hogy nem haltál bele, haver? Ez mind. Na, ott legalább volt egy fegyver alkatrész. Az is valami. Hát én is találtam már jó néhány pisztolyt egyébként budiba azért. Mondom mindig ezt. Na, ezért budiban fegyver. Á, várom, hogy egyszer benne legyen tényleg. Volt, amikor játszottam szerveren. És egymás után két WC-ben volt pisztoly, de azok is ilyen... ilyen 300 körüliek. Tehát nem mondjuk majdnem 600-os, de azért... Azért 300-as se rossz. Kezdésnek, játék elején legalábbis. Ajajaj. Tudtam, hogy a másik irányba van. Remélem valami kincset őriztél. Azt, két kakit. Szupi. Nagyon jó vagy. Rendben, Zsolt. Várlak vissza. Kellene nekem megint nyílvessző. Hát van 98 még, de inkább folyamatosan craftolom, nehogy egyszer meglepődjek.
Ezeket néztem már. Ott voltam. Hát akkor ez a ház is készen van, igazából. Ja, az már meghalt. Hát ez nem egy túl acilos pisztoly receiver, ezt meg inkább beszkrappelem. Ja, oké, csak nincs ekkora a várólista. Na jó, ezt kilövöm. Ez nem érdekel most. Inkább ide bedobom. Na jó, induljunk meg. Ó, hülye kaktusz. Na jó, az nem érdekel. Ekkora ez a város. Most ezekkel nem akarok igazából harcolni. Inkább csak tovább megyek. Itt engem a város érdekel, nem ez a párbuta zombi. Ha ez egész nagy lesz ez a város. Ide is valóban leteszek egy ládát, és akkor abból el lehet kezdeni gyűjtögetni a dolgokat. Mondjuk erre, az biztos, hogy jó erős. Ott egy zsák. Te meg honnan szúrtál ki?
Ha jól tudom, akkor kereket ezekből lehet valahogy szerezni. Vagy legalábbis régen, ha jól tudom, úgy volt. Fölkelt. Mindjárt megnézzük, mi volt ez pontosan, amit dobott nekünk. Ezt visszük. Na, az nem érdekel. Flaming, de az már pont meg van tanulva. Ugye ez nem a hányós. Ez meg van tanulva, úgyhogy akkor ez scrappelhető. Ez is. Szia, Dávid! Üdvözöllek! Na, jól tudtam, hogy ezt izével kell, csákányjal kell fölszedni. És már is van 224-es kerék. Mindjárt megpróbálom még egyet. Aha, ebből nem lett semmi. Na mindegy. Egyet szereztünk, az is valami. A kereket azt hiszem magam, ami azt mindenképpen elviszem innen. Jó, hát ezt muszáj lesz lelőni. Ez az ocsmány. Hava inges, ürge. Majdnem megütött, majdnem. És nem tudom, hogy az Okádó rendőrt azt kiszedték a játékból, vagy... Hopp, és egy szint lépés. Hát ezt megtartatod mind. Ezt. Hú, na ez egy jó hely viszont. Ide be fogunk menni. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon jó hely. Csak lehet, hogy nem elég jó a csákányom már hozzá. Azt tudja, hogy itt vannak jó lútok.
Airdrop. Ó, és nincs is annyira talán messze. Hogy inkább airdropért megyek. Ez valahogy ide a város szélére dobta ki. Tisztán látható, hogy hol van. Mondjuk amúgy is úgy állítottam be a játékot, hogy mutassa nekem itt az iránytűn, de így még egyszerűbb, hogy még látom is. Ó, és van itt kocsi is, akkor azt is szét fogunk kapni, ahogy megvan az airdrop. Veletek nem akarok most bajlódni, bocsász. Csak nem tudom kikerülni őket rendesen, mi? Ott van. Van elég helyem, szuper. Na, majd később megnézzük, hogy mit lootoltunk. O'Reilly Auto Parts, hoppá! Hát szerintem azt nekünk meg kell néznünk. Az úgy nagyon jól hangzik, az a hely. És itt vannak az autók sorban. De lehet, hogy akkor itt tudok motort is lootolni. Na, merre lenne érdemes menni? AK-40-stok, SMG-stok, AK-47 barrel. Lassan lesz egy kész AK-47-esem. Már csak egy sematik kellene hozzá, hogy meg tudjam tanulni, hogy kell összerakni. Ó, ketten is itt alcsiznak. Szó hozzá, hogyha tökörgöm, vagy lövöm. Hopp, egy mínusz. Az se hal bele a fejlövésbe. Hát ez tök jó. Ez nem robban fel az a hordó, hogyha eltalálom. És inkább lelövöm, mint hogy meglepjen egyszer. Jó, mehetünk befelé.
Ó, van itt munkapad. Ez most nem érdekel. Ez komoly. Ja, mindjárt szétütik itt nekem az ajtót, jó van. Addig én leszedem innen ezt a dobozt. Lakat. Ez most komoly. Na, milyen kedves, kinyitotta nekünk az ajtót. Bazenk, ezek honnan kerülnek elő? Baszki! Hát mi van veled? Ez mi? Hát közben nem kérek belőletek. Na jó, hát ezt a helyet egyelőre hagyjuk. Bakker, hát ez vagy 10 zombi volt egyszerre. Na, azért vagyok itt, hogy ezeket gyilkolásszam, hanem hogy valami jó kis lootot találjak. Ezt visszük. Hozott nekünk a nővérke egy kis frissítőt. Mi csillogott annyira? Ott fénylik folyamatosan. Az igen, majdnem elkapott hátulról ez a kis sunyi. Á, pedig akarok kocsit is szétszedni. Hogy jesszelnek éppen, ahol nem kéne. Túl sok cucc van nálunk, hogy le kéne pakolni egy kicsit. Csak az a helyzet, hogy szerintem ahhoz nincs elég idő már, hogy ezt kitisztítsam. Kicsit korábban kéne ide jönni hozzá. Mert két sem otik. Na, az még nem volt. Na, de benézzünk, megnézzük, mi van itt.
van egy doboz. Ugye itt nincsenek aknák. És léptünk még egy szintet. Ajaj, kezdünk kiszáradni. Mindjárt ebből is. Ezt megnyissuk ki, hát ha végre egyszer lesz a normális loot is itt. Hoppá, White Tool. Két hard metal door. Hoppá. Na. Ez az eddigiekhez képest egy elég egész jó loot volt. Hó, ez katonai zombi. Nem mondott, hogy egyből meghalt. Az nem kell. Valahol nagyon izmozik egy. Ó, bakker. Felébredtek a katonai zombik. Na nézzük. Miért nem tudok futni? Na szavasz. Szia, Laci. Örülök, hogy visszatértél. Na, hol az a másik? Ott is izmozik egy. Csapd már le a fejét. Ja, valami lehetne már igazán náluk. Ezt aztán nem néztem még, de... Ezeket beszkreppeljük. Üres üveg. Hurrá. Pont arra vágytunk. Hát most ezt is hagyom itt. Viszont van egy páncélszekrény, amiért majd vissza lehetne jönni, csak ahhoz föl kérne javítani a pickaxe-omat. Itt van valaki. Ez mind. Van itt egy fészek.
Legalább lenne egy hátizsák benne egy sniperrel, vagy valami. Ó, na itt viszont van hátizsák. Pisztoly, tár, vagy mi. Kajával hogy állunk? 64. Azt hiszem, ezt nem néztem itt még. Mindkettőben rövid cső van. Na jó, hát ez a vászondarab, ez nem érdekel minket. Akkor van itt egy ház, amelyiknek kiütötte az oldalát nekünk a zombi. Legyen már nála valami. Oh. Na. SMG sematik. Jó van. Ezt beszkrepeljük, aztán lesz belőle egy csomó fa. Legalább nem kell fát vágni. Öt darab rakéta. Az igen. Az komoly. Papír. Szuper. Na jó, szerintem egyelőre hagyom ezt a helyet. Így is teli vagyok. Van nálam egy rakás loot. Inkább azt kéne megnézni, hogy mi az, amit haza kéne vinni ezek közül. Amit fel tudok stackelni. Jó, hát egyelőre ennyi. Én megnézem majd a másik ládát a másik városban. Ez most komoly? Ekkora sivatagba pont engem szúrsz ki. Szóval megnézzük a minibike-hoz, mi az, amit még esetleg lehet tudunk gyártani. Meg
meg ugye azt mondtam, hogy kéne fát szerezni. Mennyi van? 158. Hát ez nem a túl sok fát, de mindegy, örülünk ennek is. Meg kéne csinálni a munkapadot. És akkor már jó sok dolgot tudunk majd craftolni. Hogy ennyi toll van már nálunk. Hát azt lehet leteszem itt a ládába. Ezt a kisebbik stacket. És megnézzük, hogy valamit tudunk-e hozni a helyette. Aha, például a pisztoly receivert. Ezt se akarom vinni most. Jó, ez így. Ó, itt egy hátizsák. Ó, hogy persze. Shotgun stock 10-es. Szerintem ilyen nem van nekem. Scrappelt be. Aha. Na, mindegy, ezt az üres üveget egyelőre itt hagyom. Úgyis van elég vízünk otthon, meg van elég üres üveg. Ó, oh, na pont a csetre figyeltem, aztán megszólt ez a hülye kaktusz. Na jó, mondj, gyere. Ho-ho-ho-ho. És elértünk egy achievementet is. Szerintem az, hogy megöltük az 500. zombinkat. Azért szerintem egy egész jó szám. Persze nyilván aki több száz napot játszott már a játékban, az nyilván sokkal előrébb jár. Na, mindjárt kitaláljuk, hogy hogy legyen itt.
Néznem kell most. Shotgun shortstock. Aha. Pisztolyhoz nincs is cuccom. Ez az első. Tudom, még egy flashlight. Van két ajtónk. Azt mondjuk pont nem ide kéne tenni. Akár 47 barrel. Ja, ennek itt van a helye. Jó. Csak 50 fa kell hozzá. Oké, az van. Ezt lehetőleg nem tartom magamnál. Nehogy az kerüljön bele a workbenchbe. Mechanical parts, és akkor kell még Forged Iron-t készítenem. Ez meg mi a fuck? Ugye nem a házat találtátok be. Valahol erre felé vannak. Így jesszelnek valahol. Ja nem, hát szokásosan már megint valami falatásnak. Hoppá, viszont ez két katonai zombi. Ezeket most békén hagyjuk. Van nekünk saját dolgunk itt. Hol van az eszközöm? Itt van. Kell ez a kalapács, meg kellene még egy.
Megint szomjon akar halni itt a karakterünk. Na, még egyet. Mennyi kell nekünk? Huszonöt darab. Akkor még egy kicsit várni kell. Na, ezt a 150-eset ezt letesszük. Na, és akkor végre megvan. Elkezdhetjük craftolni a workbench-et. És akkor elkezdjük készíteni a minibike-hoz szükséges dolgokat. Illetve nem ártana kicsit a fegyver arzenálunkat is fejleszteni, mert ez a szimpla így, ez nem a legtutibb. Erősíteni kellene, és a 14. napi hordához, ahhoz jó lenne már, hogyha lenne egy nyíl puskánk. Legalább az. Na, ennyi mechanika parts maradt. Mint kész alagút rendszert fúrnak már ezek a zombik. Várjál, múltkor voltak itt már ilyen kész alagútak, azokat... Azok eltűntek? Azt a... Ha most lenne egy rocket launcherem, akkor a rakétából belőnék oda egyet, az tuti. Úgy állunk, még 3 perc. Meg kéne javítanunk a csákányunkat is. Elvileg ebből így még mindig jobb lesz, mint hogyha én készítenék. Várjunk, ezt vissza akarom tenni, ez nem kell ide. Ja, meg ki lehetne kapcsolni. Aha. Feleslegesen nem menjen már. Igen, annyiból vagyunk igazából rossz helyen. Egyébként annyira azért nem rossz ez a hely. De annyiból rossz helyen vagyunk, hogy fa az nem nagyon van itt környéken. És hát azért mégis csak kell valamilyen szinten fa. Kraftolgatásokhoz. Ahhoz, hogy menjen itt a sütő.
Na, még egy perc. És készen van a workbench-ünk. Ezt egy picit meg is erősítem itt. Biztos, ami biztos. Na és készen is vagyunk. Sokat nem romlott. 5 pontot romlott a csákányunk. És készen van a workbench. Na nem áll. Nem tudom letenni a tető miatt. Aha. Mindjárt segítünk ezen a dolgon. Na, tök jól néz ki itt. Na, és akkor meg kellene nézni igazából a bike-hoz való dolgokat. Ha. Ilyen handlebars, ilyet nem lehet készíteni. Dehogy nem. Ugye össze is szedjük hozzávaló dolgokat. Duct tape, ez. Hát igazából minden, ami kell majd a kormányhoz, azt. Ledőr kell még. Oké. Azt szerintem itt lesz. Ez érdekes. Mechanika parcot szól készíteni Forge Steel-ből és Duct Tape-ből. Hát ez elég viccesen hangzik. Jó. Három darab koton kell hozzá. Hát abból szerintem pont egy darab nincsen itt. Kettő darab van. Ja nem, az se az. Jó, hát az problémás a koton. Azt nem tudok szerezni most. Így hirtelennyében.
Minden esetre gyűlik szépen a cuccos a minibike-hoz. Van motorunk, van kaszni, van kerék, van kormány, az ülést még meg kéne, vagy el kéne készíteni. Ah, meg is nézem milyen, hogyha elkezdem összerakni. Kell kormány, kell kerék. Aha! Kellett volna egy olyan izé is. Lakat is. Na mindegy. Tudunk olyat szerezni. Ilyen kosarat azt is tudom, hogy hol lehet szerezni. Akkumulátor kell még, az ülést azt pedig el tudjuk készíteni. Jó van. Akkor így legalább tudom, hogy... hogy mikre lesz szükségem. Ma mindjárt reggel van. Mindig nem busz, nem ástak át Kínába, hol járnak ezek. Ez komolyan néz ki igazából. Hát van, igen, csak ugye ez az angol néven koton, ugye, ami nem ugyanaz, mint amire te gondolsz, Laci. Bár sejtem, hogy ez csak vicc akar lenni. Az a baj, hogy azok általában ilyen zöldebb területeken szoktak lenni, és szerintem itt nem lesz. De azért körbenézek. Hát ha. Na jó, már igazából lejöhetek, mert... azért körbe fogok itt nézni. Hát ha. Találok valamit. Kaktusz az mit ad? Ja, az fibert ad. Meg kéne javítanom a fejszémet. Már kellene készítenem néhány woodframe-et. Na, hogy meglepjenek. Nem, Laci, ma nem lesz sajnos.
Nem, hogy ilyen lesz, akkor azt előre úgy is szólni fogok, hogyha lesz ilyesmi. Na jó. Ha még egyszer vissza kéne menni igazából a városba. Az a hülye kaktusz. Ádon elbújik az a picike. Csak azért, hogy tökön szúrjon. Szóval még egyszer visszamegyek, és ott, ahol volt ez az autós hely, igazából oda szeretnék elmenni megint. Illetve hát még esetleg az a katonai hely jöhet szóba. Na jó. Ezeket kikerüljük, nincsen időm rájuk. Majdnem megint beleszaladtam egy kaktuszba. Ez most nem érdekel. Ennél fontosabb lootokat szeretnék elhozni. Soha ne valahol pamutot találni. Persze, hogy megszúr a kaktusz. De épp ott csak mellette voltam. Gyorsan megnézzük, aztán utána szerintem vége is lesz majd a streamnek. Egészen onnan követtél. Persze. Ó, bakker, és nem hoztam el a vrencsemet. Na jó, remélem találok egyet. Ez egy ciki. Eljöttem ideig, és nem hoztam el a vrencset. Hát remélhetőleg egy autószerelő műhelybe vagy. Mi ez?
autóalkatrészboltba csak találok egy wrenchet. Nagyon remélem. Jó reggelt! Ez nem érdekel. Most ez se. Lakat. Na, az jó. 170-es lakat. Az kell a minibike-hoz úgyis. Bazd meg! Te mit csinálsz és honnan kerültél ide? Ó, hogy ez a... Hú, bakker. Hát ez rendesen meglepett engem. Ezt elvisszük. Azt nem bántom, hadd üsse ki az ajtót. Nálatok sincsen esetleg egy brancs. Csak ez a rohadt fájdalom csillapító mindenhol. Most már körbenézek, hogy ki merre. Nagyon csúnyán meglepett ez a hülye csaj. Ott van a rohadék. Szevasz. Retke szendvics. Ó, bakker, hát ez már még honnan a fenéből jött ide. Komolyan mondom, úgy spannolnak ide a zombik, vagy úgy kerülnek elő, hogy hülyét kapok tőle. Na, azt hittem, hogy jön tovább. Maradj úgy. Köszi. Ó, ott egy szép. Azt már néztem. Na jó van. Idegesít engem, hogy itt van ez a nagyiként. Ja nem, az pont elment. Jó van. Azaz, gyere, üss ki nekem az ajtót, köszi. Oh,
És nem kell ülést craftolnom. Aha. Csak arra figyelni kell, hogy itt van még vagy két zombi. Az meg is volt. Jó, arra figyelni kell, hogy itt is be lehet jönni. Ez üres. Az üres ott. Na, bejött a nagyi. Úgyhogy figyelni kell. Pff. Ennyi a személyzetre. Azaz, állj meg úgy. Mit csinálsz? Vakarod a segged? Hát ez aztán nagyon fontos loot. Kösz, kihagyom. Egy wrenchet szeretnék. Oké. Na jó, hogy a fene azért elviszem ezt is. Na, van itt még valami? Ja, itt van még egy láda. Ho, és még egy mini bike oszni. Az most nem érdekel. Látlak. Hallak. Szóval gyorsan kellene készítenem további nyilakat. Ó, hát hello. Ajaj. Az gyorsan tud futni ez a kis rohadék. Na, 22-es szint. Ezt mint hoztad? Ám mondod. Ó, bakker. Arról nem volt szó, hogy itt alszik még kettő. Az mondjuk annyira nem rossz. Na jó, elviszem. Akkor innen is elviszem már a pénzt. Ó, itt is van páncélszekrény. Szuper. Ott is egy szép. Hoppá. Ez egy nagyon jó hely. Azt hiszem.
témák azok most, nem igazán érdekelnek. És igen, itt van a pisztoly a WC-ben. Igaz, nem 600-as, de... Hoppá! Hoppálé, na erre vártunk. A másik... Ojjajajaj! Engedj már el! Nem vált át a fegyverem. Jaj, de utálom ezt a hülye zombit. Ezért utálom az ilyen helyeket, ahol csak egy ilyen kis hely van, ahol be lehet menni. Jó, többit már néztük. Innen jöttünk, ugye? Akkor más nincsen már hátra. Pár dolgot ki kéne pakolnom, ami nem annyira fontos. Jó. Ez egyáltalán nem kell. És készítünk ide is egy... Az igen, ott szaladgál az épület tetején, az komoly. Ó, hallottam pont, hogy jön. Fú, ez nem sokan múlott. Éppen ben voltam az inventoriban. Ez milyen zombi? Ilyen eskü, még nem láttam ilyen zombit. Direkt lehajtja a fejét, nehogy fejbe lőjem. Hozott nekünk krumplit. Jó, ezt föltesszük ide valahova. Mondjuk ide. Néhány cuccot belepakolok, ami most éppen annyira nem fog kelleni. Ebből is van, ez se kell annyira. Jó. A pisztolyt azt visszatehetjük ide. Akkor szétszedünk néhány kocsit itt, mondjuk kb. Az összeset. Hát ha lesz olyan szerencsénk, hogy dob nekünk olyat, ami még kell a minibike-hoz. Egy dolog érdekelne. Ugye itt találtunk még egy ilyen csavarkulcsot az egyikben, ez az.
Itt meg van kint egy workbench. Elvileg ezzel kell tudnom javítani rajta, nem? Ja, ez destroyed workbench. Ó, hogy... Szuper. Ez nem kell nekünk. Az itt egész épnek tűnik, hát ha ezt fogja dobni, ami nekünk kell. Se tudjuk már hova tenni, jó van. Akkor mi az, amit áttegyek? Itt van a pénz. Jó, lakatot is egyelőre áttesszük. A cloud fragment az, ami érdekel minket. Van itt még két kocsi, abból az egyik az egész épp. Hát a szerencsém lesz. Kéne plusz motor, meg akkumulátor is. Mindesetre lehet, hogy ilyen electrical partból össze tudok szedni annyit, hogy legyen egy ilyen fejlámpám, ami nagyon jó lenne.
Igen, ezt leszedem, meg ott a házak mögött is van egy, úgyhogy azt is érdemes lenne. Itt is volt egy piros szedán. Ja, aha. Van egy 1000-es stack benzinünk. Hoppá, kaptunk egy 199-es motort. Azért komoly. Ugrálnak közelebb a zsákok, hát ez milyen. Ez poén. Na jó, ami nem kell, azt pakoljuk ki. Jó, keressük meg azt a kocsit gyorsan. Na, azt még szét akarom kapni. Itt volt valahol. Azt hiszem az ott. Igen, igen, ez az. Akkumulátor esne már. Remélem, azt tud esni egyáltalán ebből a hülye kocsiból. Na jó, ennyi volt az a kocsi. Nem nagyon bírja az emberünk a futást, meg kéne keresni így. Tudok-e tenni arra? Ha erre nem. 40-es atletik kell ahhoz. 32-nél vagyunk. Úgyhogy ezt még nem. Hoppá, viszont van Weapon Smith meg Tool Smith. Kiszáradunk közben. Ezt közben betoljuk. Ne foglaljon helyet. Jó. Igazából el kellene döntenie, hogy mit vigyünk magunkkal és mit ne. Viszünk egy ilyet is, ezt mindenképpen, meg az ülést is. Benzinből visszük az 1000-es stacket.
Ezt visszük, mert azt hiszem nincsen. Na jó, kb. Ennyit. Viszont sajnálatos módon akkumulátorunk még mindig nincsen. Aminek nem igazán örülök. Ez a karakterünknek meg annyira melege van, hogy nem tud futni. Kő nincsen nálam. Elegendő legalábbis. Na. Tehát van az óra előtt, és nem veszi föl. Jaj. Na ezért lenne jó a motor, az olyan gyorsan egyik helyről a másikra át tudnék menni. Úgyhogy igazából ez most jelenleg a prioritás. Hopp, egy disznó. Hát durván nincsen az emberünknek staminája. Nem tudom, erre nem lehet valahogy gyúrni, hogy... Úristen, de megy lefelé ajzé. A vízünk valami brutális módon ment lefelé. És meg iszonyat messze vagyunk a háztól. Hát, hogy aztán itt szomjan halljunk a végén. Hát meg kéne írni az egyik sört. Azt hiszem, az segít a staminán.
Kicsit korai volt elindulni. Picit tudunk futni most. De nem eléggé. Kinyúvadunk itt az sivatagban. Nem, ezzel tudok egy kicsit javítani, vagy gyógyítani magamon. Pff, 4% a vizem. Basszus. Itt van már a ház egy köpésnyire. Gyerünk, indulj meg. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szenvedős lesz itt a vége. Itt van már a ház, itt van már a ház. Gyerünk, bírd ki. Itt már egy picit hűvösebb van azért, szerencsére. Még ez se elég neki. A hülye kaktusz majdnem kinyírt minket. Hát ez valószínűleg minket követ most. Hoppá, de beverték a háznak az oldalát. Perkodik itt valamelyik. Na jó, van, gyorsan ígyunk, mielőtt meghalunk.
Na jó, ennyi elég lesz. Most egyre ahogy jön, úgy leteszem, nem érdekel. Majd elrendezem. Az igen. Hogy megrepesztette itt a falat. Mi volt az egyedüli. Jó van. Ezek nem ide valók. Az érdekelne. Hogy ez mi kell. Na, szerintem ezt pont meg tudom, vagy el tudom készíteni. Akkor van egy komplett pisztolyunk. Ezt is letesszük. Ez javít rajta valamit? Aha. És akkor így kiveszem a feljavított 176-os ülést. Nézzük, hogy áll itt a film. 14.
Bár azt lehet, hogy ide is tehetném ennek a tetejére. Elvileg az nem vett észre. Jó, megvan a 25. Mi kell hozzá? Kell hozzá rugó, hogyha jól láttam, meg mechanical part. Meg egy motor. Arra jó lesz a 156-os. Kicsit könnyebben lehet közlekedni. Na, pont ki is kapcsolt. Most nézem, bakker, hogy írtatok nekem. Bocs, srácok, úgy tűnik, hogy a tabletem az lefagyott teljesen. Úgyhogy nem láttam igazából, hogy mit írtok. Most nézem itt a... másik képernyőn, hogy... Itt van Benya is, üdvözöllek, hogyha még itt vagy. Bocs, hogy nem reagáltam. Egyszerűen néztem itt a tabletet, azt mutatja, hogy nem írt senki, közül le van fagyva. Most veszem észre. Hát smiley-ért nem banolhat, de hogyha valamilyen emotion-t elkezdesz spamelni, tehát hogy nagyon sok-sok D-t írsz bele, akkor lehet, hogy amiatt törölni fogja. De majd megnézem a beállítás, hogy hogyan lehet ezen egy picit finomítani. Addig is azt javaslom, hogy... rövidebb változatban használjátok inkább az ilyen emotion-okat. Még egy másfél perc.
Hú, milyen köd van. Alig lehet látni valamit. Azt meghalt magától? Vagy csak elaludt? Lol. Na, készen van a mixerünk. Nézzük meg, hogy ide elfér-e. Úgy tudom, hogy föl lehet tenni a tetejére. Já. Na szóval, mostantól akkor elvileg tudunk majd készíteni. Bár még ezt azt hiszem meg kell tanulni. Konkrét mixet nézzük csak. Ezt meg gyorsan. Konkrét mixing, de az meg van tanulva. De hogyan tudok cementet készíteni, azt itt tudok? Vagy hol tudok cementet készíteni? Aha, igen. Ezt követ kell betennem. Na jó, hát akkor majd a következő részben elvegyünk majd egy kis követ farmolni. Összeszedünk jó sokat, hogy legyen cementünk. És akkor elkezdünk végül végre valahára betonozni, betonblokkokat készíteni, úgyhogy azzal már egész jól megerősített bázist tudunk majd készíteni magunknak, illetve valószínűleg elkezdünk majd ásni, illetve megerősítjük a zombi várunkat, mert hát ugye közeledünk, és már mindjárt 12. nap lesz, 14. napnál megint jön egy horda, úgyhogy kicsit meg kell erősítenünk a zombivárunkat. Úgyhogy, hát ez várható majd a következő részben. Mára pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Sorry, hogy ennyi probléma volt itt, hogy elején a hanggal, most meg a végén itt a chat fagyott le. A technika ma úgy döntött, hogy beint nekem picit. Mindenesetre tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És várlak titeket majd legközelebb is, ami valószínűleg egy keddi nap lesz jövő héten délután. Úgyhogy várlak majd titeket akkor is. Na, sziasztok!